két év kihagyás után ismét játékra jelentkezett a női pólóválogatottnál az Olaszországban légióskodó és a rapalóval idén bajnoki címet szerző Kistelki Dóra, akit Merész András még nem vitt a csapattal Pekingbe, ahol negyedikek lettek a világliga szuperdöntőn a lányok viszont jön a vizes világbajnokság, és itt van velünk a közben a trafik is belevágódóra. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem arról fogunk elsősorban beszélni, <laughs> eh, hanem azt mondd meg először, hogy, hogy, miért döntöttél úgy, hogy, hogy a kihagyás után végül is újra visszatérsz, a játékra jelentkezel, és a válogatott rendelkezésére állsz majd. Ez két hónappal ezelőtt történt, amikor ugye a Merész igen. András megkeresett engem, én sem számítottam rá, tehát engem is így hidegvizes zuhanyként Már ért. hogy az lepett meg, hogy ő fölhívott igen, és Igen, 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 mert nem számítottam, én nem is terveztem egyébként válogatottal, ezt most megmondom őszintén, még ha szerettem is volna játszani, de... de miért? Ö, mert... Nem, ez két évvel ezelőtt ugye én ezt lezártam, tehát nem gondoltam volna még tényleg akkor is, hogy jó volt látni a lányokat játszani, és szerettem volna ebbe a csapatba játszani, de nem mondom, nem számítottam rá abszolút, és akkor két hónap ezelőtt megkeresett, jó volt egy-két beszélgetésünk, és, és végül igent mondtam, elfogadtam. És az, hogy végül igen mondtál, ha bár a döntésed az véglegesnek tűnt korábban, az, az miért volt? Tehát Mi motivált elsősorban arra, hogy mégis mégiscsak térje vissza? Ö, mert ugye én, én attól függetlenül, hogy nem játszottam a válogatottban, én ugyanúgy követtem a, a, a csapatnak a mérkőzéseit az olimpiától kezdve az Európa-bajnokságig, és nagyon, ö, megmondom, hogy nagyon tetszik ez a csapat felépítése, a fiatalok motiváltak, és ö, 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 emiatt is. A kapitány mit mondott egyébként, amikor rávett, meggyőzködött, hogy térje vissza ez a csapathoz, hogy, hogy, hogy mit szán neked, hogy miért kell ezt a magyar válogatottnak elsősorban? Ö, Mivel érvelt? Először is, amikor felhívott, akkor ugye ezt kérdezte, hogy nagyon szívesen visszahívna, mert hogy rutinos játékosnak számítok én már, viszont az volt a második kérdése, hogy meddig tervezem viszont én ezt a, a visszatérésemet, mert hogyha csak egy évről beszélünk, akkor nincs értelme, mert nem tud felépíteni egy csapatot ugye Rio, a riói olimpiáig. És én mondtam neki, amikor én eldöntöttem, hogy visszatérek, hogy természetesen remélem, hogy nem fog közbeszólni semmi, a riói olimpiáig tervezem én is a, a visszatérés. És az, hogy a riói olimpiáig tervezed a játékos karrieredet, akkor ebben ennek a felkérésnek is része van vagy egyébként is körülbelül addig tervezted volna, hogyha nem jön ez a válogatott dolog vissza? Nem tudom, én így, így, így nem terveztem, Kónusra, még igen, uh -huh. igen, még, még én úgy érzem, hogy van bennem egy-két-három egy, év, ugye a Rio olimpiáig biztosan, aztán majd meglátjuk, hogy... Na jó, ezt a cülöpöt ezt leverted, tehát addig most már menni kell. <laughs> Az el, biztos, igen. E, Most ugye a világligán nem voltál ott, azt mondta a kapitány, hogy, hogy, ugye két év kihagyás, hát az olyan lett volna, hogy akkor egyből maga. Ezt, el, ezt tökéletesen elfogadod, ezt az érvelést? Ezt hogy természetesen, de a két van. év az három év, mert én 2010-ben voltam utoljára válogatott az Ágrában, az Európa Bajnokságon. Abszolút érthető, amit Merész András is mondott, mert ugye a világliga fordulókon nem voltam itt a selejtezőkön, tehát az a lányokkal szemben sem lett volna szerintem elfogadható, hogy én hazajövök és egyből megyek egy világliga döntőre, tehát az abszolút egyetértettem a döntésével. Ugye előtte már találkoztál lányokkal, kezded megismerni a, fiatalokat is. Mit szóltak hozzád, és hogyan, milyen fogadtatásban részesült? Most van egy kis párhuzam Madaras Norbertel, ő Rekóba vízilabdázik, és egy jó darabig, ha nem is három évig, két-három évig nem volt ott a válogatott, és ugye mondta, és hogy sok fiatalt ő nem is ismer, mert hogy ugye évek óta távolpólózik az ország. Na ezt ugyanezt szóval én is elmondom, ugye, ugye hogy hazajöttem, az... és volt két-három embert, akit még nem, hogy játékra még arc persze sem ismertem fel, és akkor ugye be kellett mutatkoznom ugyanúgy neki. Sokat nem találkoztam velük, mert hazajöttem, ugye akkor két napot edzettünk együtt, mert az, most az Univerziádé csapat és a válogatott együtt edz, és ők két nap után ugye elmentek Pekingbe a világliga döntőre, úgyhogy nagyon nem tudtam még velük így közelebbi kapcsolatba kerülni. Most ugye mikor jöttek vissza, pénteken jöttek vissza, tegnap óta edzünk, tehát még biztos bele fog tenni egy kis időben, még jól megismerjük egymást. És hogyan tetszett a világliga produkció? Mit szóltál ezen a <sítható> helyhez? nagyon örültem, és én egy jó eredményeknek tartom ezt a negyedik helyet, ez majd nyilván lesz majd jobb is, reméljük. Sajnos nem tudtam a mérkőzéseket követni, csak ugye az eredményeket, mert én a amíg ők kim voltak, én Manchesterben voltam az univerziádi csapattal, tehát ugyanúgy kellett edzenem a távol létükben. Úgyhogy sajnos egy meccsnek láttam az első negyedét, az, a, az amerikaiak ellen, most már a bronz az első negyedét láttam. Sajnos csak ennyit tudtam előre nézni. Univerziádi csapat ide vagy oda, azért az igazi visszatérés az majd a vizes világbajnokság lesz, vagy lenne, igaz? Igen, hogy az univerzitáti csapatban még ha nagyon szeretnék, se tudnék már bekerülni <laughs> ugye a korom miatt. Igen igen. igen, igen, de nyilván igen, ez a, a célom, a Barcelona és a bizonyos világbajnokság. Mit látsz egyébként ezen a társaságon, mit látsz leginkább az erősségének? De ez egy néhány rutinos játékos és nagyon-nagyon sok fiatal. Igen, igen. Ez ezt a filozófiában. Tehát van egy, van egy erős tűzés motiváció. Igen, abszolút, abszolút. Ugye egy-két rutinos játékos. Na most már azért az több is, az az rutinos játékos, azért három-négy-öt emberről beszélhetünk. És viszont akik mellette vannak a fiatalok is, én nagyon jó játékosnak tartom őket is. Tehát én szerintem ezzel a csapattal mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el, de ebbe a csapatba abszolút benne van egy jó eredmény. A saját klub háttereddel mi most a helyzet? Itáliában idén is ezúttal rapolóval bajnokok lettetek. Na ez is párhuzam madaras Norviga. Nem túl távol öledő szintén ezt tette. Maradsz te Olaszországban, légióskodni fogsz még a következő években, évben, vagy pedig lehet, hogy a hazai klub vízilabdát erősíted megint? Én bármi megtörténhet igazából, tehát még, még nem tisztázódott bennem ezek a dolgok, még nem tiszták, tehát ezt majd én, én szerintem a Barcelonai világbajnokság utára halasztom, mert addig ezzel nem szeretnék foglalkozni. De miért ez mind múlik? Vannak megkeresések, tehát az, azzal nincs gond, még nekem kell tisztáznom, hogy mit szeretnék csinálni, otthon szeretnék maradni, vagy pedig volt kint folytatnám. Az, az, az a te fejedben egyébként az elmúlt években sosem fordult meg, hogy egzisztenciálisan is, hosszú távon is a karrieredet majd a medencén kívül is mondjuk nem Magyarországon, hanem Olaszországban próbált felépíteni? Nem gondolkoztam ezen, tehát én most itt, mint vízilabdázó kint Olaszországban nagyon jól, eddig nagyon jó négy évet töltöttem. Most, hogyha nekem haza kell jönnöm, és le, nem tudom, hogy, hogy mi fog történni, én, én itt tervezem a, a, jövőmet mindenképpen. Na, de hát is már a terveknél tartunk, mert erre már utaltam. Tehát, hogy, hogy trafikot nehezebb nyerni, vagy világbajnokságot? <laughs> hát ezt majd a világbajnokság után megbeszéljük. <laughs> Igen, csak én azért kérdezem, hogy mert az látszik, hogy akkor te már egy a pólós utáni életre is készül Igen, hát gondolnom ugye, mert ugye van uh -huh. egy kislányom is, tehát a jövőmre mindenképpen gondolnom kell, mert hogyha vége lesz ennek a vízilabdás időszaknak, ugye ami bármi miatt véget érthet hirtelen is, a sport ugye kiszámíthatatlan, nyilván most már nem csak magamra kell gondolni, hanem nekem ő a legfontosabb a kislányom, tehát igen. És honnan jött egyébként ez a trafik pályázat ötlet? <laughs> ez a trafikpályázat ötlet igazából az én testvéremmel Indítottuk el, vele írtuk a pályázatot, vele adtuk be. Uh -huh. És így. Történt. Na akkor nézzük viszont tovább a, a magát, a vízilabdát, meg a nyarat. Akkor most felkészülés, az fel sem vetődhet, hogy, hogy Barcelonában nem leszel ott. Nem szeretek még ilyen nagyon uh -huh. sokkal a világbajnokság előtt beszélni, nyilván ugye és azt szeretném és ott szeretnék lenni, én is úgy tervezem, ez majd ugye a felkészülés eldönti, a meccsek, az edzések, meglátjuk, én nagyon bízom benne, hogy igen. Ha ezt a, a világliga negyedik helyezést is nézzük, meg nézzük a, a riválisokat, akkor szerinted ebben a válogatottban most nyáron a vb n ha minden jó jön ki, akkor milyen potenciál van benne? Simán az aranyérem is? Hmm. Ez ugyanúgy, mint ahogy magamról nem beszéltem az előbb erről sem. Nyilván ebbe a csapatba szerintem benne van egy, egy jó eredmény. Ugye most az a londoni olimpia után nagyon sok csapat kicserélődött, ugye jöttek fiatalok újak, de meglátjuk. Én, én nagyon bízom benne, hogy ebbe a csapatba benne van egy, egy, egy jó eredmény, akár érmese is. De a legfontosabb, úgyis Rio. Arra meg még sokat lehet készülni. Igen, addig még van ugye három évünk bármi megtörténjen. Dóra, akkor most jó felkészülés neked, meg aztán jó játékot majd a, a v n és akkor utána folytassuk, hogyha eldől, hogy a klub merev. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.